Üdvözlöm a kedves nézőket, én Lux vagyok, és most következzen az LMVX American Nightmare folytatása, immáron a második része jelentkezek. Jó szórakozást! Ugyebár az előző részben ott hagytuk, hogy ezt a szőkét próbáltuk megmenteni, ami úgymond sikerült is. Úgyhogy remélem továbbiakban is hát segíteni kell a munkáját. Jó, ne beszéljünk annyit, menjünk tovább. Hozzuk a lámpánkat. Úgy látom, már kezd világosodni. De azért még mindig használni kell a zseblámpánkat. Nem tetszik nekem, hogy így el kell jönni a várostól. Félek az erdőben. Oh, itt szerintem buli lesz. Aha, bassza meg! Ez üldöz! Óriási focilabda már jön felém. Bassz meg. Nem tudom, hogy zöld. Na, világíts el. Na, eltűnt végre. Na, ez szép volt. Menjünk tovább. Be kell jönnöm ebbe a kocsmába, étterembe, nem is tudom minek nevezzem. Nyissuk az ajtót. Ja, mert csak így bemegyünk. Az szép. Hello? Van itt valaki? Aranka? Ott valami kulcs van a földön, ha jól látom. Kulcskészlet, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Pick up. Mi, Hexa, mi ne? Ez mi, valami varázslat, na mindegy. Nem érdekes, menjünk vissza. Vissza szerintem. Ja, a hotelnek a kulcsai, aha. Én látok úgy, vagy... Ja nem, arra. Megátkozták az autót. Jó, ne bántsátok már a szőkét. Jövök. Jövök. Ne sikolíts. Bazd meg. Először is felejtettem, mi a játék a játszó. Jaj, de hogy kifogyott a fegyver. Ó, ezek osztódnak. Nem jó. Na, egy, kettő. Ki fogok fogyni, attól félek amúgy. Jó, ezek meg voltak további. Így tovább. Na, megöltik a nőt, hogy nem sikít. Csak nem. Töltsük újra a fegyvereket. Mondom, töltsük újra. Sziszi. Merre vagy? Szerintem bevitték valamelyik hotel szobába. Fogadni mernék. Nézzük meg ezt. Legelőször. Hát úgy látom, hogy nem sok minden van. Ennyi egy hotel szoba. És ilyen szobákban nem lehet bemenni, király. Tudja, el kell neki $500 egy ilyenért. Ó, bassza meg.
Viszont annál van kulcskészlet, ennél is, és ilyen... Na most mi van? Na, akkor egy kis film következik. Na végre már egy kis izgalmas helyszín lehetséges. Kiszáll a szakadt rally zsiguliból. És bejövök a Oceanbe. Most lehet nem kell, Soci nem kell. Ezt nem tudom mit nyitottam ki. Bazd meg! Jó, menjünk kifele. Erre átváltunk szépen. Menjetek már el innen. Ja, ha tényleg a fény nem szeretik, és gondolom, akkor szét akarják verni a világítást. Nem fog összejönni, azt most megmondom, mert nálam mindig van egy tűzoltónál ilyen szöges drót, balta, jó, még a baltát megértem, de a szöges drót, ilyen szöges baseball ütő azért az. Ajaj, ez nem lesz ez így jó messzire. Gyertek közel. Találd már el, na, szép volt. Jó, ott valami történik, van, azt fel kéne venni. Ha jól láttam. Oké. Valami script papírt találtam. Menjünk fel az emeletre. Emeletre már. A lépcsőn. Minél magasabbra. Na, itt is lesz tuti, mert megváltozott a hang. Hang. Zene. Apád itt van! A kurva szárad! Bazd meg! Mondom, tuti jönnek. Megfordulok. Anyád, mondom. Fú, pakker. Jó, de még nem megyünk be. Megnézzük, hogy mivel... Jó, ez jó lehet, nem tudom mire szolgál. Na, go be. Kamerát nem tudom szétlőni. Apád. Doktor vagyok, nem látod, hogy fegyverrel gyógyítom a népet. Miért? Már megint. Már megint. Ez már valamilyen vad ninja. Basszátok meg, tűz voltok, menjétek már tüzet oltani. Bazd meg. Ez egy nagyon nem kóser. Na végre, megdögöltetek mindahányan vagytok. Nem ezt kéne amúgy inkább használni. 9 mm-est. Én nem megyek vissza. Ha jól értem, azt mondja. Shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine.
Na, ezt már szeretem. Nézze meg Mónika, meg a szortét velem. Szót értek én mindenkivel? Jó, ez minden oké. Flashbang, na az is jel. Mi ez, valami csillagvizsgáló, vagy mi ez? Na, a liftem is van már. Már töltény, hát ha jól jön. Oké. Beszéljek valamilyen Dr. Meadows-zal, vagy ki az? Jó, nem Windows. Oho. Meadows. Egy kis ilyen fekete estélyben van kávé majdnem, csak felvette azt a fehér egyenruhát. Nem lehet lelőni. Nem. Jó van. Szöszi, hagyjál. Lift, go le. És akkor... Azt hiszem, meg már nem értem, hogy mit akar magyarázni. Komocs... Maradjál már. Jó, hogy ez magyarázott nekem kamerán keresztül. Aha. Ne, jó, mindegy, én kimegyek innen, azt most megmondom. Mondom, kint kell valamit alkotnom most már. Igen, jól gondoltam. Na. Hó. És menjek át a másikba. De tuti jönnek, izé, már orvosok fognak jönni, attól félek. Ó, valami ilyen fura hang jön belülről. Kicsit pókhálós itt a dolog. Tényleg valami titkát csinálni. Aha. Szóval neki... Mi? Na ne, úristen. Jó, hogy nem ilyen. Fúj! Úgy, de utálom a pókokat. Szét kéne lőnöm ugyanúgy. Já, ennyi. Opár! Jó, megvannak. Királyság. Ezek itt mi? Ja, történik, meg ilyen egyéb hasonló dolgok. Az is jöhet. Az is minden jöhet. Na, vigyük a szöszinek a kamerát. Ez riasztó fegyvert, mindjárt kipróbálom, esküszöm. Szép. De onnan jönnek ezzel betonból? Kirázza ide, ha rájuk nézem. És még üldöznek is, hát... Hagyjatok már. Na, szeszi jövök. Teleszkóphoz, vissza. Na, szeszi. Bazd meg! Ezt lehet, mire kellett volna. És lehet, hogy nem pont este, mert megvakultam kávé. Na, köszi. Hozom a kamerát. Az esti képeket átküldöm e-mailbe. Beindult a teleszkóp. Benne leszek a világűrbe. Lift, lejönnél? Oda nekem. Majd. Fixálni kell a teleszkópot.
Lehetne, de. Ó, telepi. Ja, kamerát oda kell rakni. Aha. Ez nem is kamera, amúgy. Hát perfektúra volt, ezt nekem mondod. Jaj, nyitódik a tető. Nagyon dzsukel. És ez minek forgolódik? Nem jó ez a füstölés. Na, ott a lift kell nekem. De már lejött a lift, úgyhogy megyek fel. És csak egy de köcsög amúgy, hogy még ő engedi a liftet. Na. Na mindegy srácok, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!